Ez egy musicalből van, a Hair című musicalből. Nyilvának nincs könnyű dolga. De nagyon jó, fel tapsoljuk meg őket, ide jöttek dolgozni azért, hogy meglegyen a rekordunk! Jó! Hát akkor most következik a reggeli éneklés. Ki szokott reggel arra kelni, hogy énekel? Következik szerintem az a dal, ami a világ egyik legszebb nótája. Én szeretném, ha ezt itt elénekelnénk együtt, jó? Felismertük már? Halljuk csak! Megy egy kicsit hangosabban, ugyanez? És most szeretnénk a híradónak lerögzíteni azt, hogy hogy énekelünk itt Rákos mentén. A rizska, a kakaó, a tej. Nagyon szépen énekeltek, komolyan, tisztán, bravo! És jön a háténik már. Akinél a kakaó nem okoz gondot és nem nyitottak ki, összecsaphatja a kezed nyugodtan. Nem akarom senkinek a nyakába ölteni a kakaót. Itt jönnöd és segíthetnek a kis tapsal. És van egy utca, amit arról neveztek el, hogy kevés a vidámság. Ki emlékszik erre az utcára? Na milyen utca? Bánat, ki mondta? Bravo! Hát ez is Bárány Attilának a dala, legalábbis az ő remixe. Akinél megvan a kakaó, legyen szíves, készítse elő. És akkor megkérem a sajtóképviselőit, valamint a regisztrációs szükséges fényképet elkészítőit, hogy készüljenek fel. Szeretném megkérni, hogy mindenki megemeli a rizska kakaóját a feje fölé. Thank you.
trió. És akkor most van az a pillanat, hogy ki lehet mondani a kakaót. És egyszerre mindenki a szájához emeli a kakaót. És mehet az ivás. Rizska, kakaó, szép nap, Rákos Mese. Hát ezek vagyunk. Kedves egészségetekre a kakaót. Jaj, de finom!